2023-as esztendő hozott már néhány elképesztő címet a videójáték rajongók számára, de sajnos egy másik dolog miatt is igen emlékezetesnek mondható, és sajnos nem éppen a jó értelemben. Ha megfigyeljük egy kicsit jobban a dolgokat, akkor gyorsan kiderül, és ez legfőképpen a PC-seket érinti, hogy az új játékok közül jó néhány, főleg a AAA kategóriáról lévén szó, borzasztó formában jelent meg. Nem véletlenül háborodott fel több ízben is egy-egy rajongótábor, hiszen olyan alkotások esetében is rettenetes optimalizációról számoltak be már az első napon, mint a Forspoken, a Hogwarts Legacy, a The Last of Us vagy a Star Wars Jedi Survivor. A legtöbb esetben viszont szerencsére nem ez a helyzet, éppen ezért kikerestük most azokat a videójátékokat, amelyek más okokból kifolyólag nevezhetők pocséknak, és legalább 2000 szavazattal rendelkeznek, melyeknek nagy része negatív. A Spacebase DF9-ben az űrbe látogathatunk el, és itt építhetjük fel álmaink otthonát embereink és űrlényeink számára. Ehhez nem kell más tennünk, mint kibányászni a megfelelő nyersanyagokat az aszteroidákról, vagy át kell kutatni néhány elhagyatott űrhajót. Ugye milyen kellemesen hangzik? Nos, távolról sem ilyen idilli a helyzet. Ha több mint 3000 negatív kritika révén gyorsan kiderül, hogy baromi nehéz, frusztráló és abszolút kidolgozatlan. Volt, aki arra panaszkodott, hogy még ha egy alacsony fenyegetettségi zónát választott, akkor is folyamatosan támadta az ellenség mindenféle indok nélkül, ráadásul az építők képesek saját magukat is csapdába ejteni, mert körbeépíthetik magukat fallal. Nem véletlen tehát, hogy jelenleg 1,82-es értékelése van a 2014-es megjelenésű játéknak. Ez a csoda szintén 2014-ben látta meg a napvilágot, nem is nagyon találni hozzá építő jellegű pozitív kritikát. Alapvetően nem is nagyon világos, hogy miről szólna, és a leírása is mindössze annyit akar, hogy vallási átprogramozó eszköz. Legtöbben a legnagyobb erényének azt hozták fel, hogy van uninstall opció, egyébként messziről kerülj el mindenki. 1,78-as értékeléssel rendelkezik a Steamen a játék 2700-nál is több szavazat után. 2018 egyik nagy pofátlansága következik. Az Identity ugyanis egy masszív multiplayer online szerepjátékként hirdette önmagát, amelyben elvileg több száz játékos léphetett volna kapcsolatba egymással egy abszolút szabad világban. A játékosok a saját és a világ sorsát is befolyásolhatták volna, ha minden jól működne. Az előzetesen kiadott trailerből az szűrhető le, hogy egy kellemes és normálisan összerakott videójátékot kapnak a vásárlók, aztán az első indítás után kiderül, hogy korán sem erről van szó. Optimalizálatlan, gyenge a grafikája, tele van buggal, illetve hosszú évek fejlesztése után sem változott szinte semmit a pozitív irányba. Üres az egész világ, és ami a legfájóbb, hogy lelketlen a projekt. Ezek után méltó jutalom számára az 1,77-es pontszám. Olyan leírást kapott a játék, hogy azonnal meg akarjuk vásárolni, és egész nap csak ezt nyúznánk. Hallgassátok csak! Érezd az adrenalint, eszelős versenypályákon söpörve végig, miközben óriás kerekűek, versenyautók, terepjárok és sok más ellen versenyzel. A Flatout 3 Chaos and Destruction új dimenziót ad a nagysebességű rombolás és autóversenyzéshez. Tényleg új dimenziót adott, mert a rajongók nagy része nem hiszi el, hogy ez a halom... elkészülhetett ilyen formában. Fontos azonban kiemelni, hogy ezt a bűnt nem a korábbi részek fejlesztője, a Bugbear Entertainment, hanem a Team 6 Game Studios követte el. Ezzel a produkcióval gyakorlatilag meggyalázták a szériát, ezek után pedig nem csoda, hogy 1,68 ponton áll Steamen. Több mint 24 ezer szavazat érkezett erre a játékra. Ez már alapból sokat mondó, ha pedig azt vesszük alapul, hogy 1,2 pontot ért el ennyiből a játék, az alig, hanem még többet mond. Csak a mihez tartás véget? Ez egy stratégiai játék, a játékosok elfoglalhatnak benne városokat, és a végső cél meghódítani a kontinenst. Ez idő alatt egy nagy sereg felállítása a cél, akiknek az élére hősöket lehet állítani. Az ő különleges képességeikkel pedig már gond nélkül mehet a hódítás. Vagyis mehetne, mert a legtöbbeknél összeomlik, képtelenek átállítani a kínai nyelvet, és talán egy élet is kevés lenne a kijátszására. Akad még néhány nagyobb cím Steamen, amely meglepő módon szintén kivívta a felhasználók haragját. A Redfallnak már a startja is katasztrofális volt. Az Arkane Studios, akiknek olyan címeket köszönhetünk, mint a Dishonored széria, a Prey vagy a Deathloop, egy számos sebből vérző játékot szállítottak most le. Sokan úgy érzik, hogy a játék befejezetlen, amelyet a számtalan hiba is alátámaszt. Az Xbox játékosok pedig egyre elégedetlenebbek a platformmal és válaszokat akarnak. Emiatt Phil Spencer, az Xbox vezérigazgatója nem olyan rég kvázi elnézést kért a közösségtől. Ez mit sem változtat azon, hogy 2,84 ponton áll a játék értékelése. Hiába rukkoltak elő egy új koddal, a Battle Royale része elég csúnyán elhasalt. Leginkább azért keltek ki a játékosok magukból az elmúlt hónapokban, mert mindenféle számítógépet megzabált ez a szoftver, és a legnagyobb problémája, hogy még sok esetben a menüben is laggolt. A másik, több ízben felbukkanó negatívum, hogy az Activision pénzésége itt is előtört, miután nekiláttak pay to win skineket kiadni. 22 ezer szavazat után 3,43-as pontszámra volt képes emiatt a játék.
Az utóbbi években apránként jól felépített PES széria hiába vált a tarculatot, nagyon nem sikerült eltalálni a jó irányt a Konaminak a focis programjával. A játék a 2021-es megjelenését követően nagyságrendileg egy demóként szolgált, és alig volt benne elérhető tartalom, és bár ingyenes volt, a rajongók dühe ettől még kevésbé volt jogtalan. A bugok, glitchek, szánalmas, futballra sok esetben nem hasonlító játékmenet pedig megpecsételte a sorsát, így nem válhatott belőle a FIFA sorozat nagy kihívója. Azóta javult a helyzet, Steamen már a többnyire negatív jelző átváltott a legutóbbi értékelések alapján vegyesre, de a pontozás tekintve még mindig 3,58 ponttonál 54 ezer szavazatot követően. Egy újabb közösség álmait törte össze egy fejlesztő csapat. Két nagy sikerű rész után ugyanis kiadták a harmadik epizódot a vérgőzös fantasy amerikai focis játékból, ami ugyan hozott magával 2023. februárjában néhány újítást elődeihez képest, de inkább arról maradt emlékezetes, hogy egy bukhalmaz, tele hibával és nem működő funkcióval. Hab a tortán a gyócskán került vele mikrotranszakció is, és hónapokkal a megjelenést követően nem nagyon volt meg a szándéka a Cyanide Studioban, hogy kijavítsák a Blood Bowl 3-at. A népharag eredménye 3,65 pontos értékelés. Ezek lennének tehát a Steam leggyengébb produkciói, és aligha nem ti is találkoztatok már ezek közül néhányal. Nem minden esetben annyira szomorú a helyzet, mint amit a pontozás mutat, de tény, hogy sajnos bőven előfordult, hogy egyes fejlesztők vagy kiadók magasról tettek a játékosok elvárásaira, és csak minél többet szeretnének kisajtolni egy adott projektből, akár azon az áron is, hogy átverik őket. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, és a csengőt se felejtsétek el megnyomni. Találkozunk a következő videóban.